kacsemeséket, azaz a Mutant Year Zero-t, Road to Eden című játékot. Amikor legutoljára abba hagytuk, akkor éjszakon jártunk a House of Bones nevű területen, ahol sok ellenfelet eltettünk már láb alól, vagyis hát mondhatnám úgy is, hogy a terület nagy részét megtisztítottuk. De hát mindjárt folytatjuk tovább. Itt hozott minket a bárkára. Azt nézem, hogy fegyvert nem tudunk fejleszteni. Mindjárt még benézünk az Iridához. Itt hátra tudunk venni. I was just reclining here, dreaming of when I'd see you. I guess dreams do come true. Vettünk néhány healpakot, ez meg jól jöhet. Másra most nincs szükségünk. És akkor innen folytatjuk. Nem? Utazunk, most még van már térképe mellette egy érdekes hely, oda elnézünk, mielőtt megküzdünk a fő csapással, itt vagy a fő enemivel. Biztos, ami biztos, hát ott még tudunk fejlődni egy kicsit, és akkor onnan vissza tudunk jönni majd. Minden egységünknek már megvan a Silent Weaponje, tehát azzal nem lesz gond. Így gyorsan átfutunk, amennyire csak lehet, ezt a területet már megtisztítottuk, ha minden igaz. Jól emlékszem. Valahol itt volt a lejárat, itt a lejárat. Igen, és akkor itt lemegyünk. Úgyhogy itt körbe ezt már rendbe raktuk, a ház felső szintjén rendet raktunk. És ott már csak ott egy ilyen kisebb ellenálló csoport van jobbra. De ők meg pont úgy vannak, hogy valójuk valószínűleg egy többkörös csatába tudunk majd harcolni. És ezért elmenjünk itt a másik területre, hogy megnézzük, mi található itt. Have you heard that old legend? The two star-crossed lovers, Izzer and Fala, ran away to a lost palace somewhere in this area. This might sound crazy, but could this be the palace? Was that the legend about Izzer and Fala and all the loot they were hiding away in the lost palace? Because that's the story I'm interested in. These star-crossed lovers better have some supplies. We need them. Érdekes, itt két csillagról szóló legenda van, ami elvileg ide zuhant, és itt rejtőznek egy, mondjuk úgy, palotába. Érdekes, legalábbis. Kíváncsi vagyok, hogy mit találunk itt. Look at those wounds. It's like this ghoul got burned to a crisp. Bet you around a Prip's best that mental men caused this. Robotok vannak. Balra vannak robotok. Itt átnézzük, átfessük ezt a házat.
bunch of tin men over here looking to knock some skulls. You think they were the ones who killed all these ghouls? Elég magas szintű robotok vannak. Szintre nem is magas, inkább életre. Van neki sok. 20-as szintű, tehát elvileg nem okozhat nehézséget. Volt. A másik az tényleg nagyon sok életű. Ezt megpróbáljuk elkerülni, és meg átfésüljük a terület másik oldalát. Look at that. Iza and Fala. The legends were true. Iza and Fala, és azért hívják Iza and Fala, mert pizzéria és... pizzéria és valami más még. Csak azt nem látom a tábrától, tehát itt egy pizzázó volt. There, what are the machines doing? Itt vannak fenn húlok, elnézzünk erre. Sarokba hát, itt van valami plusz loot még. És aki keres, azt talál. Azt a néhány gultot, nincs több a háztetőn, akkor azt simán el tudjuk intézni. Aztán meglátjuk. Hú, itt van egy tank, 20-as szintű, és 26-os élete van, az sok. És 3-as szintű páncélja van. És van mellette egy hunter, egy sámán. 16-os sámán, ilyen pillanatban sámán tűnik a legegyszerűbbnek. A Marauder az külön vált fönt. Marudert el fogjuk tudni kapni, úgyhogy
ne riadóztasson be, és utána a Huntert is el tudjuk megkapni fönt. Ez a kettő jó lesz. Utána lehet, hogy Shamant is el tudjuk kapni majd. De ez azért még egyáltalán nem biztos. Most feljövünk ide. Elrejtőzünk. Aj, nem jó. Basszus kulcs. Visszatöltjük, mert nem igazán sikerült nekik felérniük időbe a tetőre, de hát szépen lassan. Nem igazán értem, felmentem a Daxel is, nem tudom, hogy miért nem ment fel utánuk a többi. Pedig hát nem ártott volna, ott vannak. És akkor csak gyorsan el tudunk oda bújni, és elintézni őket. Tehát regroup. Gyorsan futunk egy kört, és utána majd mentünk egyet, mielőtt nekiindulunk újra. Mondjuk lehetne benne több autószél, az segítene rajta egy picit. De azért nem vészes a helyzet. The legends were true. Break up. Hey, follow me. What's the boy you put? Elvileg most kint van hatos sugarán kívül. Jó. Oké. Enough. Sweet takedown. Oké. És ment is, akkor ugye megnézzük, hogy mit, kit tudunk fejleszteni esetleg. Elvileg bor. Borinra tudunk adni. Van egy mutésenje. Daxnál pedig van szintén 4. Szia Gergő, Isten hozott ismét. Nem tudom, még Daxnál is várunk. Mentünk egyet azért, most biztos, ami biztos. Over here. És
most megpróbáljuk itt fent elintézni csendben a marudert. De Vax-szal fogunk kezdeni, és szerintem le fogjuk ütni, hogyha van rá egy módunk, hogy nem biztos, hogy le tudjuk ütni. Oha, nem tudjuk leütni. És nem lesz elég így a sebzés. Bár 4 marad neki, lehet, hogy pont meg lesz. Melyik onnan is meg lenne, de biztosra megyünk. Sámát is jó lenne kiszedni. Esetleg azt fentről. Sőt, azt lehet, hogy lemegyünk, és megpróbáljuk lentről elintézni. A Huntert és a tankot biztos, hogy nem fogjuk tudni egy körben elintézni. És csata lesz, de a sámán pont megy itt egy pici kört, ahol itt csak érinti a képernyőnek a szélét, ami nekünk jó lehet. És ott szerintem még nem fogjuk beagrózni a többieket. Ahogy meg itt is itt van egy loot, amit itt hagytam. Vagy csak a tűz volt olyan. Mondjuk, hogyha fentről lőjük a sámánt. Nem tudom, hogy... mennyire látunk rá innen, de lehet, hogy megpróbáljuk mindjárt fentről lőni. Mentünk egyet. Ne kell megint lootolgatni. És akkor nézzük. Megvárjuk, hogy visszaérjen a... erre a területre, ahol rálátunk, és a többiek nem látnak rá, és megpróbáljuk fentről leszedni. Megvárjuk, még befordul, és... nézzük, felekezdünk. Critical, maradt 10 életet. Az a baj, hogy... hát most jobb lett volna, ha be van kapcsolva a speciális képessége, de... még így is jó lehet. Hogy nem nagyon látok nagyon jó kis, hogy hát mondhatni extra lootot itt lent, amiért
Ez ott mondjuk mögöttük narancssárgálik valami, amiért érdemes megcsinálni, de... Mindjárt felhilleljük őket. És megpróbáljuk őket elintézni egy kör alatt. Hát... Ez egy nagyon jó kérdés, Gergő. Alapvetően az a lényege, hogy ez a jövőben játszódik, ez egy körök, tehát egy stratégiai játék, ami ebben a szakaszában a játéknak real-time-ban megy, tehát szabadon tudsz mozogni a karaktereiddel a térképen, viszont mikor elkezdődik a csata, akkor átvált körökre osztott játékra, tehát a karaktereidnek van mozgáspontja 2, és el kell döntened, hogy ezekkel a mozgáspontokkal mihez kezdesz. Támadsz, mozogsz, lősz, adott esetben gránátot dobsz, hogyha úgy tartja kedved. Tehát már egy kicsit mindjárt folytatom. Lősz, tehát egy nagyon jó harcrendszere van a játéknak. A játék története arról szól, hogy a jövőben játszódik, volt egy vírus, volt atomtámadás, minden az emberiség nagy része kihalt. Egy ilyen bárka nevű helyen ér még a maradék. Vannak ilyen gúlok meg ilyesmi, és most elküldtek minket egy küldetésre, mert mindjárt megmutatom a térképen. Tehát most itt vagyunk fent, itt a küldetésünk, oda majd visszamegyünk, csak ezt a területet szeretném majd átnézni, meg kitisztázni. És innen indultunk lentről. Innen indultunk, itt a bárka, és az a lényeg, hogy mi alapvetően egy olyanok vagyunk, akiket a bárkáról, árkról kiküldenek szemetet keresni, valamit, amivel a bárkán lévő gépeket meg tudjuk javítani. És tovább tudjuk biztosítani a életet, hogy ott ne legyen semmi gond. És akkor a lényeg, hogy ezek a karakterek, akik... És akkor volt egy Hemon nevű hasonló figura, mint mi, akinek ugyanez volt a dolga. Ő eltűnt. És minket küldtek utána, hogy megtaláljuk, és hogy visszavigyük, mert ő nagyon fontos a bárka életébe. És erről szól a játék maga. Itt fent elrejtjük a Dax. Mindenkit felgyógyítunk. Mentünk egyet, nem gyógyítunk, és utána mentünk egyet. Mert csatázunk egy jót. Mindjárt meglátjuk. Bevetünk egy-két speciális képességet. Megnézzük, hogy mindenkinek van egy gránát osztva. Jó. És akkor szétszedjük. Ja, most külön is vannak. Vele lejövünk ide lentre. Vele innen támadunk. Kapcsoljuk a lámpát Dax-szal. Vele itt fönt elrejtőzünk. Vele is kikapcsoljuk a lámpát. És a körnél látod azt az információt, hogy mit lát az ellenfél. Tehát az ellenfél körül, és ha bekapcsolom a lámpát, akkor könnyebben észrevesznek, hogy úgy mondjam. Van lent egy Hunter. Azt nem tudom, hogy a csajjal hova bújjunk el.
olyan helyre. Kéne elbújni, onnan bele tud szólni a csatába. És, de még sincsenek együtt, lehet, hogy itt... Jó, elvileg mindenkit elbújtattunk, még a... Megnézzük a... Lehet, hogy mindjárt sapkát cserél a kacsával. Igen, szoktam, csak azt nem szoktam streamelni. Andris megkért, hogy tehát hogy naponta menjek két kört, hogy gyűjtögessem neki a pontokat, meg a csillagokat, de nem szoktam túlzásba vinni a Fortnite-ot azért. Azért naponta szoktam menni néhány kört. De igazából az nekem bizonyos része nagyon gyors, bizonyos részét én is nagyon szeretem. De alapvetően az nekem egy gyors játék. Sapkát cserél a... Jó. Sapkát cseréltetünk a kocsával. Úgy. Be más képességeket ad ez a sapka, és akkor így szerintem jók leszünk. És azt csináljuk, hogy a kacsával meglőjük. Most mentünk egyet, ez a cset eleje. A leányzóval le fogjuk gyökeresztetni a tank karaktert, hogy ne tudjon mozogni. Dobunk rájuk egy molotov koktélt, hogy égjen. Melyik részét szeretem? A Team Rumble-t, tehát amikor nagyobb csapatban vagyunk, és lényegében lényegtelen, hogy hányszor halunk meg, vagy hányszor éledünk újra, vagy hát azért annyira nem lényegtelen, de azért mégse annyira izgalmas, mint mondjuk egy... Bondaxnál van a... Nem annyira problémás eset, mint mondjuk a... egy másik játék típusnál. A simával sincs semmi gondom, meg a squaddal sincs, tehát most nem arról szól, hogy... azokat ne szeretném, csak valahogy a Team Rumble az, ahol... nem kell azon aggódnom, hogy valaki egyszer megtalál hirtelen, és akkor annyi volt. Mert például szólót is simán megyek, csak a szólónál szerencse is kell, hogy jó helyre ugorjak. Jól jöjjön ki a lépés. És akkor ezek szoktak lenni azok a problémák, amikbe néha bele szoktam esni, hogy valami nem jó. Oké. A Huntert meglőttem. Jövünk a csajjal. Jó, legyökeresztetjük őket, és ha jól tudom... így nem tudnak mozogni két körig, plusz rájuk dobunk egy molotov koktélt. Hogy égjenek, és most jövünk a... és hogy ez volt, hogy lövünk, és akkor a Huntert ki is tudjuk szedni. Mondjuk... köszi szépen, jó éjszakát! Örülök, hogy itt voltál. Még két körül is három sebzés van rajta. Hát
Arra leszek kíváncsi, és lehet, hogy elrontottuk. Arra leszek kíváncsi, hogy esetleg a robot meghallja, de bízom benne, hogy nem fogja meghallani. Jó, jól dolgozunk eddig. Jött a shotgun. Amit eltűnt volna a gyökér a lábáról, de... Oké, és jött a Dax fentről a pisztolyjal, vagy pedig... Megnézzük, hogy itt mennyi. Hú, itt csak egyet sebez, az nem olyan jó, és 25% esélye kritre. És a gránáttal esetleg. Hát az helyzet, hogy nagyon védve van. Jó, kör. Három, így viszont le tudjuk vinni az életét. Oké. 7 élete maradt, nem tudom, hogy tudom, már tud mozogni sajnos. Most meglőtték a Ormint. Négy damage, bement a crit, meg lesz ő is. Jó, vele nem is. Oké, 2 damage, és akkor a szelmával elintézzük. Rámozgunk, amennyire csak lehet, és akkor elkapjuk a tankot. Oké. Megvan. És a robotot csagroztuk be, ami egy nagyon jó hír. Fél pillanat és folytatjuk. Jó. Tehát őket sikerült elintézni, átnézzük a lootot itt. És csak Bormin kapott egy kis minimális sebzést, ami jó. És mindjárt megnézzük, hogy mit rejt itt a láda. Van egy kis weapon scrap, open chest. Pipe gun. Hát, ilyenből már szerintem van együnk, és nem igazán használjuk, nem túl nagy a nagy a hatótávolsága, de nem sokat sebez, és nem vagyok benne biztos, hogy nekem ez kell ahhoz a stílushoz, amit én játszok per pillanat, ez nem biztos, hogy szükség van erre a fegyverre. Mindjárt elmentjük, és megpróbáljuk ezt a robotot is elintézni. Hát, ha sikerül lesz az egész területet felszámolni, ott is van egy kis scrap. Jó, elég jó, messze van még. Ezt a részt már átnéztem, de azért nem baj, ha még egyszer megyünk egy kört, nehogy itt hagyjunk valamit. És azért abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy mivel már csak egyedül ő van, ha jól látom, ezért nem igazán kell majd finomkodni vele. Tehát... Lehet, hogy azt csináljuk, hogy a Borminnal leütjük. Meglőjük, Bormint hagyjuk utoljára, és utána
utána leütjük, és akkor tudunk még egy kört belesebezni, és akkor... Hát, ha nem lesz vele gond, mentünk egyet, és... Indulhat a móka. Meg annyit csinálunk, hogy betesszük a... az EMP gránátot, hogyha mégis nagyon mocorogna, akkor... az életének a felét. Daxon közelebb jövünk. És ugye adunk neki egy nyilpuskával. Csak 3, de maradt 11 élete, és most sem Borvin. Gyorsan körbenézzünk itt a Daxal, hogy hát, ha volt itt valami loot, amit úgy őrzött be, nem hiszem. Parts, fegyver, scrap. Itt is van egy kis broken gun. Még több scrap. Alapvetően egy jó kör volt, mert... Van egy befagyott csontfegyver. Két kört, két nagyobb kört, nagyobb csatát le tudtunk úgy hozni, hogy fel voltunk hílelve, és lényegében csak egyszer kaptunk sebzést. Ez mondjuk kellett a szerencsés, mert egyszer mellé lőtt az enemy, de lényegében két lövésnél többet nem engedtünk az egész csatába, ami egy jó dolog. Meg oda fölmegyünk, hát ott a konténer tetején van valami. Volt egy kis plusz crap. Látom, akkor más nincsen. Ha jól látom, más már nincsen itt. Fennáll a weapon parts. Tehát lassan tudunk fejleszteni majd. Itt egy pipe gun, meg van itt egy
Switcher, ez mondjuk 25-re lő el, és ugyanaz tudja, ja nem, az csak egy lövéses, az igazi mesterlövész. Azt nézve, hogy a Dux-nak van ez a pisztolya, 4-7. Pisztolyát lehet, hogy betesszük a pipe gun-t. Kritikálja jobb a pisztolynak. Meg a critical chance-e. De ez meg... messzebbről lő. Ez level 1-es, ez level 2-es. Viszont ez alapból többet sebez. Jó, és akkor a snipert nem is, de ezeket szétkapjuk gyorsan, mert ezek nem kellenek, és akkor lesz elég fegyverünk, hogy lesz elég fegyverünk ahhoz, hogy fejlesszük a valakinek a fegyverét, visszautazunk a bárkára. Ez a terület, ez készen van. Mert oda is tudnánk menni, arról lekerült a piros fej. De először megcsináljuk ott ezt a részt. Iridosabbba kerül be a cuccvinye, megnézzük, hogy esetleg érdekel onnan minket valami. Lehet, hogy kifagytunk. Na miért kell lenni, de nincs kizárva. Hát lehet, hogy annyi volt a mai stream, srácok. Nézd ki, kifagyott a játék. 43 perce streamelünk. Innen folytatjuk legközelebb, és ez egy ilyen rövid rész lett, egy ilyen csúnya fagyással a végén, de hát ez benne van a játékban. Na. Mindenkinek szép estét, és akkor holnap találkozunk. Sziasztok!